Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió kedves nézőit. Önök az Örök Evangélium a Változó Időben című műsort látják. Mai beszélgető partnerem Fav Gellért, akit szeretettel köszöntök, a Székesfehérvári Napraforgók Háza Napközi Otthon intézményvezetője. Üdvözlöm a nézőket! Kedves Gellért és kedves nézők, beszélgetésünk tegező formában fog végbe menni, hisz Gellérttel évtizedes barátság köt össze bennünket. Mindenek előtt azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy jutottál eddig a szolgálatig, amiben most vagy? Életem során mindig is volt egy érzékenység számomra az olyan emberek iránt, akiknek segítségre van szükségük. És az emberek iránt is van egy érzékenységem, így az életem nagy részében azt mondhatom, hogy inkább a humán dolgok felé vonzottam, és ebben is azok a dolgok felé, amik az emberekkel kapcsolatosak, személyes kapcsolatokon keresztül zajlódó eseményekkel, dolgokkal. A közvetlen segítés nagyon fontos volt számomra mindig is, és érzékeny is vagyok arra, hogy hogyan segíthetek más embereknek. Talán a barátaim azt mondanák, hogy időnként van bennem egyfajta túlbuzgóság is arra, hogy hogyan segíthetek, és ahogy a barátságunk is kezdődött, kaptam egy elhívást Istentől, hogy mélyebben ismerjem meg őt, és ebben a mélyebb megismerésben vállaljak olyan szolgálatot is, amikor oda szánom az időmet, és az Isten dolgaival foglalkozom. És így kerültem a Baptista Teológiai Akadémiára, és az akadémia elvégzése után pedig volt lehetőségem több olyan területen is dolgozni, ahol kifejezetten aktívan embereknek segíthettem, emberekkel foglalkoztam. Az embereknek a napi életben való eligazodásában segíthettem, családoknak az életébe segíthettem, gyermekekkel foglalkozhattam, akiknek mind a mondjuk a tanulásában, a közösségbe való beépülésében vehettem részt, és három és fél évvel ezelőtt pedig egy konkrét megszólítást kaptam Istentől, hogy kifejezetten a fogyatékkal élők felé forduljak, és így kezdtem el keresni olyan intézményeket, ahol önkéntesként a szabadidőmben tudtam segíteni, és beletanulni abba, ami nem is olyan egyszerű, mint ahogy esetleg kívülről kinéz. Nagyon sok mosolygós emberrel találkoztam, de avval is találkoztam, hogy emögött mennyi áldozat, mennyi munka, és hogy milyen nagyon sok energiát és erőt kivesz az emberből, amikor fogyatékosokkal foglalkozik valaki. Az elmúlt évben jött egy felkérés az Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ részéről, ami a Baptista Szeretett Szolgálathoz tartozik, hogy itt Székesfehérváron elég jelentős várakozó lista van a nappali intézményekbe való bejutásra, és hogy a Szeretett Szolgálat ebben tudna segítséget nyújtani a városnak és a város környékének, és keressünk egy megfelelő helyszínt, ahol egy nappali fogyatékos ellátást el lehet indítani. Így történt az, hogy 2020. december 2-ától a engedély megérkezésével egy 30 férőhelyes nappali ellátás jöhetett létre. Ez egy személyes segítségnyújtást, személyes gondoskodást nyújtó intézmény, kifejezetten fogyatékosok számára, enyhe és középsúlyos fogyatékosok részére. Ez mind lehet értelmi fogyatékosság, mozgásszervi fogyatékosság, tehát egy autizmus spektrumzavar vagy Down-szindróma,
Ebben az évben elkezdődött a szakmai munka a fiatalokkal. Általában 26 és 30 év között vannak az ellátottaink. Mondhatnám, frissen iskolából kikerült ellátottaink vannak, és mivel egy fiatalos, lendületes társaságról van szó, így azt tudom mondani, hogy egy új intézménynek ez különösen nagyon sokat jelent, hiszen új gondolatokkal, új lendülettel, új dolgozókkal nagyon aktívan tudunk dolgozni, és várjuk továbbra is még a nappaliba az embereket. És úgy gondolom, hogy talán azt mindenképpen itt szeretném megemlíteni, hogy nekem a Bibliából van egy nagyon fontos mondat, ami vezérel. Ez pedig az a jelenet, amikor van egy ember, aki egy pici kis fürdőtó partján fekszik a földön, és amikor Jézus arra megy, akkor elmondja a panaszát, hogy itt vagyok bénán, és amikor meggyógyulhatnék, mert ha a vízbe elsőként beérek, akkor meggyógyulok, de nincs emberem, aki segítene. És a mi intézményünkben nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy nagyon sok olyan ember él a környezetünkben, akinek nincs embere, hogy egy következő lépést megtegyen. Nincs embere, hogyha mondjuk kikerül az iskolai közösségből 26-28 évesen, akkor utána mi következik. És mi a kollégáimmal nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy érezzék is az ellátottaink, hogy bizony mi azok az emberek vagyunk, akik a megfelelő időben megpróbálunk a megfelelő segítséggel segíteni. Ez egy nagyon lényeges dolog volt, amit említettél, hogy a munkának a bázisa, a foglalata az, hogy van egy evangéliumi igazság, és ismerlek, hogy nagyon alapos ember voltál mindig. Említetted, hogy a felkészülés már az önkéntes munkával kezdődött. Hát azt látom, és a tapasztalatodat kérdezném, hogy ehhez a munkához azért kevés az, hogy az embernek van egy lelkesedése, vagy netán egy sajnálat a másik iránt. Azért ide sokkal több kell az elhivatottságból, mint egy ilyen részvét és sajnálat, mert egyébként nem tudna az ember igazán a másiknak az embere lenni. Végül is azt kell valahogy átadni, hogy egymás mellé vagytok rendelve. Így van. Én nagyon fontosnak látom, hogy például a dolgozóim is tisztázzák a lelkükben azt, akár gyakorló hívő emberek, akár nem gyakorló hívő emberek, hogy miért csinálják ezt a feladatot. Ha megesik a szívem rajta, jó indulattal vagyok iránta, ez rendkívül fontos. De ez nem elég a mindennapi cselekedetekhez. Ennél sokkal mélyebbre van szükség. Amikor a Bibliában is olvasunk egy történetet, hogy valaki ment valamerre, rablók megtámadták, elmentek mellette az emberek, de egyszer jött valaki, aki lehajolt hozzá, föltette a szamarára, és elvitte egy fogadóba. Nem elég egy bajban levő embert megsajnálni, nem elég egy bajban levő embernek megfogni a kezét. Természetesen van, amikor ez is elég, de általában ez nem elég. Ennél sokkal több kell, mégpedig magunkból kell sokszor áldozatot hozni. Ehhez viszont nem elég a sajnálat. Tehát ahhoz, hogy az ember nap mint nap cselekedjen, tisztába tegyen egy akár vele egyidős felnőtt embert, akár 27 ezerszer megbocsásson egy nap egy olyan cselekedetért, amiről az a fogyatékkal élő nem tehet, vagy hogy megértsük azt a fájdalmat, amit egy korlátozott testbe zárt, tiszta értelem fájdalma jelent,
hogy nem tud válaszolni, bár a kérdést érti, de nincs meg hozzá a fizikai lehetősége, hogy megfelelően válaszoljon. És ezeket a dühöket, harcokat, ezeket látva az embernek kevés a sajnálat. Itt nagyon fontos, hogy az ember egészen mélyre tudjon nyúlni. És itt az egészen mélyen pedig megtaláljuk azt az Istent, aki teremtett bennünket, megtaláljuk azt a Szent Lelket, aki tanácsol bennünket, aki esedezik értünk, mert amikor elfáradunk, akkor tulajdonképpen csak az Isten karja tart meg bennünket abba, hogy másnap is egy nehézségben fel tudjunk állni. Most például holnap lesz talán ennek az évnek a legmelegebb napja, és ma is 35 fok felé megy a hőmérő, nálunk meg már 39 fok van az intézményben, mert sajnos a klímák nem indultak el, és ilyen gyorsan nem tudtunk új klímákat keresni. Ez egy olyan kihívás, amire azt tudom mondani, hogy ha valakinek nincs egy belső, mély elkötelezettsége, akkor például ez a körülmény is egy olyan, ami nagyon megrostálhat bennünket, olyan kényszerhelyzet elé állíthat, amikor azt mondjuk, hogy nem csinálom, nem vállalom, mert olyanok a szituációk. Bár most ez a meleg csak pár napig tart, és hamarosan megérkeznek a klímák is. Tehát addig is meg kell oldani azt, hogy ne 40 fokban, hanem valahol úgy lehessen foglalkozni, ami mindenkinek ugye az egészségét is megőrzi. Ez egy lényeges dolog, amit mondasz, hogy a megoldás keresés. És ugye említetted azt is, hogy nagyon nagy dolog, nagyon nagy plusz, hogyha valaki Krisztus követő, tehát keresztény ember, mert hogy amikor az Úr Jézust megkérdezi az a farizeus, hogy ki, mi a nagy parancsolat, hogy ott van a szeretet parancsa, szeresd az Urat, a te Istenedet, utána pedig szeresd embertársadat, azaz a fele barátodat, mint önmagadat, akkor ez egy lényeges pont, hogy lássuk azt, hogy abban a másikban, függetlenül attól, amit mondtál, hogy néz ki, szeressem azt az embert úgy, mint önmagamat. És itt nem mondta, hogy akkor ne, hogyha elesett. És hogy erre van a történeti példa, amikor azok a barátok azt a maga tehetetlen embert, aki béna, oda viszik az Úr Jézus Krisztushoz, és ők el akarják juttatni Krisztushoz. Tehát képesek arra, hogy akkor tetőt bontanak, hogy mindenképpen elé vigyék, és ez egy óriási lehetőség, ahogy említetted is, hogy mi Jézus Krisztushoz tudjuk vinni ezeket a dolgokat. Gyakorlatban is egy klíma problémát, de ugyanúgy valakinek a személyes problémáját, azt a kint, amit mondtál, hogy szeretném, de nem tudom, és odaálltok mellé, segítettek, ez egy óriási dolog. A másik dolog, amit ugyancsak említettél, hogy ezeket az embereket ugye emelni. Most, ahol vagyunk, ugye, ez a hely is erről szól. Igen, most a hatpöttyös étteremben vagyunk Székesfehérváron. Ez az étterem megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztat, és egy nagyon-nagyon különleges helyszín abból a szempontból is, hogy az étterem tulajdonosa sokat segített abban, hogy itt Székesfehérváron találjunk egy helyszínt. Nagyon a szívén viselte azt, hogy el tudjon indulni a napközi, és most is nagyon sok mindenben támogat bennünket. Ő egy érintett szülő is, akinek a gyermeke bizonyos fogyatékkal él, és ezek azok a kapcsolatok, amikor az ember abban lehet bizonyos, hogy több van itt annál, mint hogy csak megismerjük egymást. A hatpöttyös étteremnek is van egy nagyon fontos üzenete a külvilág felé. Mégpedig nem csak az, hogy ez egy üzleti tevékenység, hanem ez egy lehetőség azoknak az embereknek, akik megváltozott munkaképességgel élnek, hogy benne legyenek a közösségbe, benne legyenek a társadalomba, hogy aktív és értékes tagnak érezzék magukat. Ugyanígy, akik hozzánk járnak a
nappali intézményünkbe, arról teszünk mi tanús bizonyságot, hogy ők rendkívül értékesek. Van is egy ilyen kritika velünk szembe az ellátottaink részéről, hogy nem engedjük őket olyan mértékben számítógépet használni, ahogy ők azt szeretnék. Mert abban az esetben, amikor valaki beül a számítógép elől, kizárja magát a közösségből. A fogyatékkal élők amúgy is időnként kevesebb türelemmel rendelkeznek egymás iránt, bár óriási szeretettel és elfogadással, csak időnként a türelemmel vannak problémák. Ha beül a számítógép elé, teljesen kivonja magát a közösségből. Ha benn marad a közösségi körben, akkor előjönnek olyan értékek az életéből, a magatartásából, olyan kincseket hoz elő, amik nem derülnének ki, és amikor ezt visszamondjuk, leülünk vele beszélgetni, és elmondjuk, hogy látod, a megfelelő időben voltál ott mellette, hogy amikor elkezdődött mondjuk a ruhama, megfogtad a kezét, és megnyugodott, és szeretettel odahajtotta a fejét a válladra, de ha a számítógép előtt ültél volna, akkor ez nem történik meg. Természetesen ettől függetlenül van lehetőség a számítógép parkunkat használni, de ahogy a közösségépítés és azok az emberek, akik úgy gondolom itt a hatpöttyös étteremben is dolgoznak, azok is megtapasztalják, hogy benne lenni a társadalomba, benne lenni a közösségbe, az nagyon értékes, nagyon inspiráló. Sokszor az emberi értékét önmaga úgy ítéli meg, hogy milyen pozíciót tölt be a társadalomba. Mi arra törekszünk a Napraforgók Háza intézményben, hogy azok az ellátottak, akik hozzánk járjanak, tanuljanak, és amennyire lehet fejlődjenek abban, hogy az önálló életvitelnek a lehetőségét, pontjait, egy-két építő elemét be tudják az életükbe építeni. Ugyanis én ezt nagyon komoly problémának látom, hogy nagyon sok családban a fogyatékkal élőt nagyon védik. Nem engedik felnőni, nem engedik próbálkozni olyan feladatokkal, amikben megsérülhet, vagy lelkileg megsérülhet. És nagy szükség lenne arra, hogy minél több ilyen hely létesüljön itt Magyarországon is, ahol a fogyatékkal élők kipróbálhatják magukat, ahol kellő türelemmel, kellő szakmaisággal, kellő elfogadással, de visszaépítik őket a társadalmi közösségbe, feladatot adnak neki, felelősséggel bízzák meg. Hiszen tulajdonképpen mi, akik foglalkozunk velünk, nekünk is van felelősségünk, hatalmas felelősségünk van. És ez vonzó az ő számukra is. Nagyon szeretnek segíteni nekünk. És itt jön elő az, hogy amit ő lát, hogy én megbízom a kollégámat valamilyen feladattal, és ragyog a szeme, hogy hátha segíthet, mert akkor ez a közösségbe való bevonódást jelenti. Na így válik az evangélium tényleg gyakorlattá, tehát hogy meg kell azt értenünk nekünk, akár hívő embereknek is, meg mindenki másnak is, hogy nem azért vannak megírva ezek az igék, amiket említettél, akár az irgalmas Samária is, hogy ott volt a gondoskodás benne, hogy törődött az emberrel, vagy akár a szeretet parancsa, vagy akár a betesdai történet, hogy megcsodáljuk és azt mondjuk, hogy na ez igen, és az Úr Jézusnál mindenre van erő, ez tényleg így van. De amikor mi gyakorlattá váltjuk, ugye ez pont arról szól, hogy adunk neked lehetőséget, adunk neked támogatást, gondoskodunk rólad, melléd állunk, segítünk, megértjük a problémádat, és ehhez nagyon szükséges, ugye, amit már említettél is, az a lelki erő. Ugye, és itt válik a pünkösdi lélek áradás is gyakorlattá, hogy kaptok erőt, miután eljön a Szentlélek, és amit említettél, azon túl, hogy jóindulatú, akár humanitáriusan gondolkodó emberek, nagyon jóindulatú emberek, akik akár nem is Krisztus követők is, így tudnak odaállni a másikhoz, hát még aki ismeri az evangéliumot,
és nem azt mondja akkor magában, hogy hát van egy intézmény, megoldják, hanem hogy te is tetted, én szeretnék segíteni. Akkor én áldozom az időmből, én áldozom az energiámból, utána megyek, én akarok törődni valakivel. Ez egy nagyon lényeges üzenet, ráadásul, amit mondtál, azért ez egy fárasztó dolog, de van baráti közösség, akik ugyancsak Krisztus hívő emberek, és itt van az imádság ereje, ugye? Nagyon fontos, és szeretném itt megemlíteni azt, hogy a Baptista Szeretett Szolgálatnak itt Pálkozdon van egy új logisztikai központja, és épp tegnap jártam ott egy közösségépítő találkozáson, ahol az a terület, ahol mi is tagok vagyunk, azok a vezetők találkoztak, és voltak együtt, szakmai kérdéseket beszéltünk végig, és ahogy belépünk erre a helyszínre, ott van egy nagyon nagy plakát, ahol az alapító Szenci Sándor éppen ételt oszt, és oda van írva, hogy ti adjatok enni nekik. És ez nagyon fontos, hogy mi a Baptista Szeretett Szolgálat alá tartozva, amellett, hogy szolgáljuk őket, és mondhatnám, hogy enni adunk nekik, emellett van egy nagyon-nagyon szép plusz dolog, hogy ezért az intézményért akár a Szenci Sándor alapító, akár a többi vezető már évekkel előtte imádkozott, hogy megnyílt volna. Mert azt kérik Istentől, hogy amit megtehetünk, azt vegyük észre. Vegyük észre azokat az embereket, akiknek nincs emberük, hogy bevigyék a tóba. Vegyük észre azokat az embereket, akiknek nekünk kell enni adni. És mi ebből a megerősítő plusszal tudunk dolgozni itt Székesfehérváron, hiszen a pandémia alatt nyitottunk, ami azt jelenti, hogy azok a szülők, akik előzetesen bejelentkeztek hozzánk, azoknak közel a fele még nem érzi úgy, hogy biztonságos lenne elengedni a gyermekét a közlekedésbe, az intézménybe. Van, aki még nem is kapta meg az oltását. Így a kezdeti lendületünk, hogy hirtelen majd milyen sokan leszünk, az most egy kis türelmet igényel, de biztosak vagyunk abban, hogy amit kértünk Istentől, és amit Isten megmutatott itt számunkra, ahogy megengedte, hogy megtaláljuk az épületet, ahogy megengedte, hogy az engedély megérkezzen, és ahogy kialakult minden szépen sorban és rendben, ez is meg fog történni. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon gazdag kincsel vagyunk megáldva. Ez pedig az, hogy nagyon sok hívő ember áll mögöttünk a Baptista Szeretett Szolgálaton keresztül. Mi vagyunk a Baptista Szeretett Szolgálat legfiatalabb szociális intézménye. És hál' Istennek nagyon rövid ideig fogjuk birtokolni ezt a címet, mert nyílnak az újabb szociális intézmények, ahol lehetőség van ugyanígy az emberek felé szolgálni. És nekem is nagyon fontos mondat ez, amit a Sándor nagyon sokszor használt, hogy ti, mert a ti feladatotok, én, mert az én feladatom. Isten engem elhívott erre a szolgálatra, és én sokszor elmondom a kollégáimnak is, hogy nem vagyok tökéletes, és nem én vagyok a legfantasztikusabb, tankönyvszerű vezető. De azt tudják rólam, hogy én imádkozom értük is. Hogy amikor jó dolog van, akkor is, és amikor valami nehézség van, akkor is. Mert úgy gondolom, hogy ez a tevékenység, amit mi végzünk itt a szociális területen, ez a stabil ima háttér nélkül nem nagyon tud működni.
Egy kicsit most a kedves nézők felé is fordulnék, és biztatnám a kedves nézőket, hogy keressenek ilyen intézményeket a közelükbe, nézzenek bele ebbe a munkába, amit a Gellérték is végeznek, akár itt Székesfehérváron is, hogyha vannak székesfehérváriak, nyugodtan lehet őt is keresni, hogy ez miről szól, mert én azt tapasztaltam, más területen is van közös szolgálatunk a Gellértel, hogy ez azt jelenti, hogy az ember megnyitja a szívét. Ugye azt tudjuk, hisszük és valljuk is, hogy a legnagyobb dolog, amikor Jézus Krisztusnak megnyitja a szívét. És az, hogy itt most egy ilyen munka folyik, ez abból ered, hogy akár a szeretett szolgálat alapítói valamikor megnyitották a szívüket, a Gellért megnyitotta valamikor a szívét, mi magunk is ugyanígy megnyithatjuk a szívünket, és a szívünkben először Jézus Krisztusnak lesz helye. Fölnövekszik bennünk az evangélium, az evangéliumnak a valósága. Hogy ezek nem csak szép üzenetek, meg nem csak az, hogy akkor legyen bennünk szociális érzékenység, az ember szeretet ennél jóval több. Ráadásul még azt is mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem olyan nagy dolgokkal jut be az ember az Isten országába. Azt mondja, hogy adtál egy pohár vizet, adtál egy falat kenyeret, adtál egy ruhát, befogadtad, mert hajléktalan volt, gondoskodtál róla, beteg volt, meglátogattad, törődtél vele, vagy fogoly volt. No, ez nincs elfelejtve a mennyek országában. Tehát így lesz az, hogy szeretem az Istent, szeretem az embert, és erre azt mondja a hatalmas Isten fia, hogy én meg nem felejtem el, hogy te mit tettél. Tehát így épül, hogy az a közösség is, a gyülekezetek is, az egyes testvérek is így tudnak segíteni egymásnak és egymáson keresztül másoknak is, hogyha engedelmeskednek az evangéliumnak. Ugye, milyen érdekes, hogy ha úgy tetszik, évezredes igazságokról beszélünk ma, és itt ma ennek az igazságnak helye van, és ugyanolyan ereje és igazsága van, nekünk pedig ugyanolyan küldetésünk van. Hát azért nem volt kis feladat, hogy ti adjatok nekik enni. Van ott 5000 férfi, nővel, gyerekkel együtt 15-20 ezres tömeg. A tanítvány erre mit mond? Mondtad, hogy nem vagyok a legjobb vezet. Én? Hát mi van? Ezért nagyon lényeges, hogy ha megnézed, hogy mit van, milyen lehetőség. Ugye itt azt látjuk, hogy van a törvény, vannak az anyagi források, stb. És ezen túl még mi van? Hogy éled ezt meg? Mondhatnám, hogy szerencsés vagyok, de ez nem megfelelő szó. Azt szeretném mondani inkább, hogy áldott vagyok. Nagyon jó támogatást kapok a szeretett szolgálattól, az Országos Szociális Intézmény vezető központ vezetőitől, és valóban, amikor én is azt mondom, hogy nekem kéne adni valamit, de én ezt nem tudom megoldani, és ugyanúgy elpanaszolom magamat, mint a tanítványok, hogy de hát mesterre, ne viccelj már, hát ennyi embernek, hát nem látod a problémát. És én is szoktam így viselkedni, és amikor elmegyek így a vezetőimhez, és akkor azt mondják, hogy szerinted mi a megoldás? És elmondom, hogy én mire gondolok, és akkor azt mondják, hogy kezd el, csináld, melletted állunk, vagy mögötted, vagy tartunk, amíg kell. És ezért én nagyon áldottnak érzem magamat, hogy amikor elkezdtem a Fogyatékos Nappali Intézményben dolgozni 2019-ben az Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ alkalmazottjaként, akkor attól a naptól kezdve folyamatosan megkapom azt a személyes támogatást, hogy amikor úgy érzem, hogy én ezt nem tudom megoldani, hogy nekem ebben nincs lehetőségem, akkor odaállnak és azt mondják, hogy de van. Mondd el, hogy milyen megoldást látsz, és mi támogatunk benne. És úgy gondolom, hogy
Nem véletlen, mert ők is rendszeresen összejönnek, és imádkoznak az intézményekért. És úgy gondolom, hogy amikor Isten a Biblián keresztül arról tesz számunkra bizonságot és üzenetet, küld számunkra, hogy ő gondoskodik rólunk, akkor ha mindenki a saját területén ezt végrehajtja, hogy amivel Isten megbízta, ő abban elvégzi a feladatát, és közben gondoskodik a többiről, mint ahogy Jézus is megkérdezte, hogy mitek van, amitek van, azt hozzátok ide, és azt én megáldom, és utána azt osszátok ki. Tehát nem azt mondta, hogy üljetek félre, ne csinálj semmit, majd megoldom helyetted, hanem aktívan részt venni benne, de ott vannak helyben. És mindenki a saját területén megteszi azt, amire Isten megbízta, elhívta. Ez sokszor türelemmel is kell, hogy járjon, sokszor nem mással, mint avval, hogy akár fel kell hívni az én figyelmemet is arra, hogy van még lehetőség, amit lehet csinálni, csak nem vettem észre. Úgyhogy én, ahogy ismersz, mondhatnám, hogy széles mosollyal vállalom, hogy áldott helyen vagyok, és olyan környezet vesz körül, akik ebben az áldásban folyamatosan aktívan részt vesznek. Az ékes kapu van elhelyezett, oda mindig leültetett sánta jut az eszembe. Volt neki egy gondolata. Ő azért ment oda, azért tették oda le, hogy hát csak kap valamit a koldulásból, csak lesz bevétel, és mégis a mindennapi életet ez segíti. És amikor megy arra Péter és János, ők meg pont ebben szenvednek, ennek a hiányában, hogy anyagi forrásunk nincs, de van valaki, az Úr Jézus Krisztus, és az ő nevében van megoldás. És ez egy nagyon lényeges üzenet, hogy Jézus Krisztus nevében valóságosan van megoldás, és gyakran nem azon múlik valami, hogy akkor anyagi forrás van-e. Mert a mai gondolkodás is nagyon ráállt arra, hogyha pénz van, akkor minden van. És ahogy elmondtad, hogy látod azokat az embereket, akikkel foglalkoztok, elképzelhető, hogy nagyon soknál a családi háttér egyáltalán nem gond. Nem az a gond, hogy nincs anyagi forrás, az is lehet természetesen. Azon is kell segíteni. De amikor ez mind megvan, még akkor mindig lehet az embernek hiánya. És azt adni, ami éppen hiányzik, amire szüksége van, ugye ez is szükséges, az a bölcsesség, amit az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek vezetésével kapunk meg, az a mindennapi bölcsesség. Problémák megoldásában, feladat megoldásban úgy látja az ember, hogy egy hegyet kellene hordani most éppen, akkor itt van ez a támogatás, ő maga hatalmas Isten, és azok, akik melletted állnak, ez egy óriási dolog, és ez hordozza az áldást. Tehát egyrészt az elhívásban az engedelmesség. Azért az sem egyszerű, gondolom a munkádnak azért vannak kihívásai. Természetesen. Egyrészt, ugye mint vezetőt engem is azért, hát hogy ilyen szép szót használjak, azért frusztrál, hogy a előzetes felmérések alapján a létszámot nem tudtuk olyan gyorsan növelni, feltölteni az intézményt, mint ahogy itt a korábbi befektetett munka ezt mutatta volna. Nem vártuk a pandémiát, ezen kívül a munkaerőpiacon is, akár a szociális terület, akár az egészségügy ugye abban szenved, hogy egyre kevesebb olyan ember van, aki szeretne ezen a területen dolgozni. És emellett még ott van az is, hogy nagyon-nagyon széles spektrumú a háttér, amiből hozzánk jönnek az ellátottak. És nagyon sokféle ellátottunk is van. És a különböző fogyatékkal élőknek az együtt töltött idejük, a terápiás foglalkozásokon töltött idő nagyon sok esetben különös nagy kihívást hoz, hogy összehangoljuk őket. Úgyhogy van kihívás, igen.
Ezt örülök, hogy említetted, hogy ugye azon túl, hogy bennünk él a szeretet, azért szükséges a foglalkozásokhoz, ha úgy tetszik, most hadd mondjam, ilyen lehet, hogy csúnyán hangzik, a szakmaiság is. Tehát nem lehet minden a szeretettel sem, egy fejlesztés, egy foglalkoztatáshoz szükséges az, hogy az embernek legyen ismerete, hogy legyen szakember, ugye. Neked is ott szükséged van akkor arra, hogy legyen segítséged, akikre lehet támaszkodni. Tehát ez egy közös munka, együtt munkálkodva azokkal, akikért dolgoztok. Igen. Én biztos vagyok benne, hogy számtalan területen az életnek hasonlóan zajlik, mint nálunk. Ami úgy gondolom, hogy azt jelenti, hogy minden egyes személynek, akit Isten megszólít, nem csak azt biztosítja, hogy elmondja, hogy merre kell menni, hanem azt is biztosítja, hogy amikor valamilyen problémával vagy kihívással kerül szembe, hogy magát az embert alkalmassá teszi arra, hogy avval a problémával megküzdjön. Én azt tapasztalom az életem során, hogy Isten nem a problémákat tünteti el az életemből, hanem az Istennel való együtt töltött időm alapján azt mutatja meg, hogy én hogyan tudok vele együtt abba az állapotba kerülni, amikor megtudom azt a problémát vagy feladatot oldani. És ez igaz a mi munkánkra is, a kollégákkal való dolgokra. Szívből kívánom, hogy ez a szolgálathoz valamennyiütöknek legyen nagyon sok ereje. Neked, mint vezetőnek, az Úr Jézus Krisztustól az a bölcsesség, ami az ige és a Szentlélek jelenléte által itt van, és a miénk lehet. Sok-sok imádkozó társat is kívánok. A kedves nézőket pedig kérem, hogy ezt az ügyet is, a fogyatékkal élő embertársaink, testvéreink ügyét vegyék a szívükre. Azon túl, hogy az Úr Jézus Krisztus elői visszük őket imádságban, és lássuk meg, hogy mit tudok én tenni. Ahogy a Gellért barátom is mondta, amikor Jézus megszólít, hogy te tudsz tenni valamit. Mit tudok tenni? Ugye ezt vizsgáljuk meg mi is. Cselekedjünk azért, hogy az életük könnyebb legyen, és támogatva őket, az egész közösségbe való beépülésüket, a mi szeretetünk és az Úr Jézus Krisztus jelenléte ezáltal gyakorlativá válik. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmünket, és sok áldást kívánunk a kedves nézők életére. Köszönöm, Gellért. Én is köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.